Ez itt az Élet meg minden. Podcast és blog a Világegyetem visel dolgairól és korunk hőseiről, akik segítenek eligazodni a felfordulásban. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Kínában a szülők olykor még mindig meglehetősen furcsa módon próbálják meg gyermekeiket kiházasítani. Ha például te egy olyan kínai lennél, akinek még nem sikerült családot alapítania, akkor nem meglepő az, hogyha te mondjuk az anyukád, az kivonul egy piacra, és a fényképeddel, és azzal, hogy te hol végeztél, mennyit keresel, táblával próbál neked barátnőt, barátot találni, mert, mert annyira szeretné, hogy te végre megházasodj. Amit persze a fiatalok már igyekeznek mindenféle rafinériával kicselezni. Emiatt uh, online most már tud az ember magának vásárolni, vagy kibérelni férj, vagy feleséget, uh, vagy barát vagy barátnőt az ünnepekre, amikért több ezer jöjjönt elkérnek ezek a színészek. Mindenről és a modern Kína meg annyi más érdekességéről Horváth Lillával beszélgetek, aki hat évet töltött Shanghaiban, ahol egy olyan videoblog sztárja lett, amelyet magyar fiatalok tízezrei követtek és követnek ma is a mai videoblogban könnyedén és élvezetesen beszél Kínáról, pedig a kezdet, amikor pár hónap alatt 2500 írás kellett megtanulnia, egyáltalán nem volt könnyű. Nem, sajnos nem volt fűtés, miután a kínai uh, rendszer úgy állapította meg még korábban, hogy uh, mi, milyen ponttól kell fűtés, hogy van egy folyó, mely kettészeli az országot, ennek neve Yangtze, és an, attól északra, uh, északra városokban van fűtés, a délékben pedig nincs. Na most Nanjing, ez pont a, a folyónak a határán van, ami azt jelenti, hogy telente azért minusz 10-15 fok is egyébként előfordul. Tehát ez itt az élet, meg minden harmadik adása. Én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Horváth Lillával beszélgetek shanghai a pár hónap alatt megtanult 2500 írásjelről, és arról, mi is az a kínai álom. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu, a podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, eszéket is olvashattok. Tehát még egyszer az oldal címe az élet hú. természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Akivel most beszélgetek majd, arról mondhatnám akár azt is, hogy kulturális nagykövet nem a szó hivatalos értelemében, hanem úgy, hogy Kínáról, jobban mondva Sankájról beszélt és mesélt videoblogjában a magyaroknak. Elsősorban a magyar fiataloknak, akik közül több tízezren követték és követik ma is videóit a Youtube-on. Horváth Lilla ugyanis évekig sánghajban élt és tanult, és valóságos sztár lett az interneten. Pedig úgy indult az egész, hogy csupán egyetlen évre megy ki, hogy kicsit ismerkedjen a kínai nyelvvel, aztán hat év lett belőle, és egyetemi diploma. Szervusz Lilla, köszöntelek a műsorban. Sziasztok! Hány éves is voltál akkor, amikor erre az első évre kimentél Kínába? Ez pont gimnázium után volt, akkor voltam 19 éves, és annyira sok minden hatásért az alatt az egy év alatt, összességében pozitív, hogy emiatt maradtam kint még plusz öt évet. Vissza tudsz emlékezni arra, hogy milyen volt az első nap, amikor, amikor megérkeztél? számomra egy ilyen nagyon egy nyomás volt szerintem az, az első 24 óra, tekintve, hogy nem beszéltem még a nyelvet, és bár le volt írva nekem a címem kínaiul egy papírra, amit odaadtam a taxinak, ő taxista, ő minden esetre nem vette figyelembe az, hogy én egyébként melyik utcába megyek, ezért lerakott egy olyan 100-200 méterrel odébb. Ott is volt egy hotel, amire én azt hittem, hogy a szállásom lesz, be is ballaktam, hogy egyébként bejelentkezzek, és ott jelezték, hogy egyébként nincs, nem vagyok regisztrálva, és akkor estem először kétségbe, hogy te lehet, hogy igazából nem is is, is vagyok jó helyen. Majd aztán valaki útba igazított, megtaláltam a kollégiumot, ott viszont rá kellett, hogy jöjjek, hogy az angol tudás tényleg nem, nem ér sokat, még hogyha egy nemzetközi kollégiumról is beszélünk, hiszen szerettem volna internethez hozzájutni, de ahhoz, hogy én be tudjam szerelni az internetet, ahhoz kínaiul tudnom kellett volna már, hiszen egy olyan papírt kaptam, amire csak kínaiul volt leírva mindenféle információ, ezáltal összekuporodva az ágyamon, majdnem olyan 12 óra keresztül sírtam. Az, az internet akkor olyan lett, volna, mint a lélegeztetőgép, csak nem jutott el levegőhöz. Igen, és ráadásul, miután már levegőhöz jutottam, magyarul internethez, rá kellett döbbennem, hogy azok, amiket mondtak korábban nekem arról, hogy nem fog működni a Facebook Kínában, azok mind igaznak minősültek. Így bár kaptam levegőt, de nem, igaz, nem az igazit. Mi történt ezután? Hogy, hogy boldogultál? Uh, szerencsére két nappal később találkoztam egy barátnőmmel, aki egyébként Magyarországról ismertem, és ő egy kicsit bevezetett a Shanghái éjszakába. Elmentünk mindenfele, beszélgettünk emberekkel, akiket még ugye korábban nem ismertem, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez a város elképesztően érdekes, és a minden szegletében találtam valami, valami klassz dolgot, és aztán egy hét múlva elkezdődött az iskola is. Magyarul az iskolatársaimmal is megismerkedtem, és onnantól kezdve uh, szerintem életem egyik legjobb éve volt. És mit csináltatok ez alatt, a, ez alatt az egy év alatt? Egyáltalán kik, kik jártak erre, erre a programra? A nagyon sok külföldi diák, aki szintén megszeretett volna tanulni kínaiul. Köztük voltak egyébként svédek, volt az egyik legjobb barátom, egy zambiai lány volt, de egyébként Amerikából is jöttek diákok. Szóval nagyon vegyes társaság volt, és a lényeg az az volt, hogy hetente olyan 20 órában tanultuk a kínai nyelvet. Teljesen a nulláról? Teljesen a nulláról, igen. És akkor ez, ez, ez ment egy éven át. Pontosan, alapvetően ugye arra kellett volna mindenkinek koncentrálni, hogy megtanulja a kínai nyelvet, és elsajátítsa minden csinyát, bínyát. Viszont abból kifolyólag, hogy én fiatal voltam, és még nem találkoztam ilyen nemzetközi közeggel, nyilvánvalóan egy kicsit elhanyagoltam ez alatt az idő alatt a tanulást, legalábbis az első fél évben, hiszen, hiszen mindenfele járkáltunk, és próbáltunk minél jobban megismerni a várost. És ez nem volt kontraproduktív, hogy, hogy elhanyagoltad a Tanulást. De abszolút, de az is igaz, hogy ha minden, minden, nap a tanulásra koncentráltam volna, akkor nem biztos, hogy ennyire élveztem volna az első évet, és nem biztos, hogy még öt évet szerettem volna kint maradni. Tehát ezután az egy év után döntöttél úgy, hogy, 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 hogy megpróbálsz még öt évig. Nekem um, egy ismerősöm javasolta, hogy pályázzam meg, hiszen nem sokan szeretnének Magyarországról ilyen hosszan kint lenni Kínában. Így megpályáztam, és uh, bementem egy nap június környékén a, az irodába, és megkérdeztem őket, hogy van -e esetleg fejlemény, és mondták, hogy hát igen, hát megkaptam. És, uh, és az öröm könnyei voltak a szememben, majd aztán jelezték, hogy tehát nekem nem Sánkhájban lesz a következő éve, hanem Nanjingban, és akkor lett a kétségbeesés könnyei, hiszen ezt úgy kell elképzelni, hogy van Sánkháj, ahhoz képest 300 km-re található Nanjing, és ott van talán az egyik legjobb egyetem nyelvtanulásra. Egyrészt ezért vittek oda, másrészt pedig, mert sokkal kevésbé ért impulzus, sokkal kevesebb külföldi volt, és csak a tanulással lehetett összpontosítani. Ott nagyon is figyelembe vették azt, hogy hányszor vagyok bent egy órán, hogy minden héten dolgozatokban tesz. A tudásunkat, így az tényleg arra fókuszált, és, és a szobánk, amit kaptunk, az már nem olyan volt, mint Sánkályban. Itt ketten éltünk egy helyen, kisé katonai ágyakként kell elképzelni azokat a fekhelyeket, amiket kaptunk, nem volt fűtés. És ugye, nem volt fűtés? Nem, sajnos nem volt fűtés, miután a kínai uh, rendszer úgy állapította meg még korábban, hogy uh, mi, milyen ponttól kell fűtés, hogy van egy folyó, mely kettészeli az országot, ennek neve Yangtze, és an, attól északra, uh, éjszaklépi városokban van fűtés, a déliekben pedig nincs. Na most Nanjing, ez pont a, a folyónak a határán van, ami azt jelenti, hogy telente azért mínusz 10-15 fok is egyébként előfordul. És mínusz 15 fokban sincs fűtés. Sincs fűtés, pontosan. Viszont van légkondi. Az jó, lehet hűteni közben. <laughs> Szerencsére volt egy olyan beállítás, ami, ami, ami keresztül mi tudtunk fűteni is. A, nem is azzal volt a probléma, hanem a, a szigetelés hiányával. Miután volt egy körülbelül 5 cm-es rés a ajtó alatt, így hiába fűtöttünk, az avazal a lendülettel egyébként el is tűnt egy mediterrán lakótér volt, csak éppen az időjárás nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy, hogy ezt nem erre tervezték. Valahogy úgy. Viszont tényleg szerencsések voltunk, mert nálunk nem volt áramkvóta. Ez a kínai gimnáziumokban nagyon ö, sokszor jellemző meg egyetemeken, hogyha kollégiumban élsz, akkor... Ö, akkor meg van határozva az, hogy milyen ennyi áramot fogyaszthatsz egy nap. Magyarul sok kínai lány nem is tudott hajat szárítani, mert, ö, mert az nem volt elegendő. Tehát elhasználta a világításra, és akkor haj, már nem maradt? Pontosan. Ez rátok, akkor nem vonatkozott. Szerencsére nem, mi ezért nagyon sokszor hajszárítóval fűtöttünk. Mondjuk szokták mondani azt, hogy a magyarok egy kicsit túlfűtik a lakásokat, de azért ez ez, ez talán túlzásnak tűnik. Tehát ott spártai körülmények között Majd, tanultatunk. Hogy nem. Mi volt a program? Um, általában ott úgy nézett ki, hogy reggel nyolckal kezdődtek az óráink, bementünk délig tanultunk, majd aztán volt egy ebédszünet, majd aztán a délutáni órák tartottak ötig, aztán megvacsoráztunk, hazamentünk, és olyan évfél, hajnali kettőig tanultunk, majd lefeküdtünk haludni, és másnap kezdődött ugyanez. És azért kellett ilyen sokat tanulni délutánonként, mert minden napra én 50 új karaktert kellett, hogy memorizáljak. És ezeket az egy dolog, hogy megtanultam egy nap, viszont az előző nap megtanultakat is, is ismételni kellett, így egyre hosszabb órák voltak, amiket azzal töltöttem, hogy folyamatosan írogattam a karaktereket, és magoltam. Emiatt van máig az, hogy egyébként könnyebben tudok olvasni és írni, mint beszélni. Minden nap 50 új írás kellett megtanulni, akkor évvégéig ez mennyi volt? -a? Hát körülbelül én akkor kiszámoltam, hogy 2500 karakter, de nem évvégéig kellett ezt elérnünk, hanem márciusig. Tehát, hogy mi elkezdtük szeptemberben, és valahogy most lehet, hogy ő, októberben kezdődött ez a rendszer a fejemben, hogy 50 új karakter, de a lényeg, hogy márciusban volt egy nyelvvizsga, amely során nekünk el kellett térnünk az ötös szintet a hatból. Ez volt a felsőfokú C1-es nyelvvizsga. Ez valóban embert próbáló lehetett. Én megmondom őszintén, el nem tudom képzelni, hogy én 2500 írás élet, pár hónap alatt el csak Ez önmagában teljesítmény. Egyből sikerült ez a, ez a vizsga, hogy sikerülnie kellett? nem sikerült egyből a nyelvvizsga, ezt egyébként is nem sokan kérdezték meg. Az első, a márciusi nem sikerült, viszont volt egy, volt egy lehetőségem arra, hogy még egyszer megpróbálkozzak vele, és akkor a második alkalommal volt, volt az, hogy megkaptam azt az eredményt, pozitív eredményt. Ez tulajdonképpen egy ilyen szabadságlevelet is jelentett vissza a, a Sánkhályba. Pontosan. A, a spártai körülmények Abszolút. közül. Abszolút. Tehát, hogy amikor én láttam, hogy nem sikerült az első nyelvvizsga, akkor természetesen kétségbe estem, mert bár tudtam, hogy nem fogok Nanjingban maradni, de attól féltem, hogy haza kell jönnöm. Emiatt aztán még inkább ismételgettem azokat a karaktereket, amiket korábban megtanultam, hogy mindenképp visszajuthassak Sánkhályba. Nanjing egyébként milyen város? Ugye mi a Nankingi mészárlással ismerjük leginkább a történelemből, ha jól emlékszem, főváros is volt egykor. Igen, pontosan. Egyrészt főváros volt, másrészt ugye akkoriban, amikor főváros volt, támadták meg a japánok, és hat hét alatt mészároltak le 300 ezer embert, amire máig egyébként emlékszik a városi szeret, emlékeztetni lakóit, hogy itt milyen szintű mészállás történt. Ez amiatt fontos, mert a japánok máig nem ismerik el azt, amit akkor tettek. És, és egyébként nem csak Nanjingban volt ekkora mészállás, hanem más különböző városokban is. például Pest is járványt szórtak le repülőkről különböző falvakra. voltak, olyan, voltak olyan tesztelő helyek, ahol az embereken mindenféle kísérleteket hajtottak végre, hogy mondjuk a hőmérsékletre hogyan rágál az emberi test. És ezt például Harbinban őszték, ott is jártam, az egyébként fönt van északon az orosz határ mellett. És hát olyan borzalmakat kellett átélniük akkor a kínaiaknak, ami miatt bele van égetve a tudatukba, hogy a japánokat nem szabad szeretni mai napig a nem mai tudnak napig. úgy tekinteni a Japánra, hogy? Nagyon sokan nem. Tehát fő, mondjuk Sánkhely egy nyitottabb város, ők szeretik egyébként a külföldieket, de pont Nanjing, Nanjingban minden évben, azon a napon, amikor megkezdődött a, a japán bevonulása a városba, emlékeztetik szirénákkal a város lakóit, hogy mi történt az 1930-as években. Te tehát mondhatjuk azt, hogy a Nanjingi kiküldetés az egy kicsit olyan volt, hogy hm, nézzük meg, hogy kibírja-e, megcsinálja-e, és ha igen, akkor utána komolyan veszük. Én egyébként biztos vagyok, ebben, hogy valami ilyesmi a dolgok mögött. Viszont szerencsére sokan kibírták. Én még egy szerintem jobb eset, jobbik esetben voltam, mert én Sánkhájba kerültem, de volt, aki Nanjingban maradt. De nyilván valószínűleg ők is megtaláltak a szépségét a városnak az egyetemi éve, éveik alatt. Én Sánkhájban nagyon örültem, hogy visszajutottam, elkezdődtek a tanórák, fölvettem mindenféle órákat, ami nekem furcsa volt az egyetemen, uh, Sánkhájban, és szerintem az itthoni egyetemhez képest különbözik, hogy, hogy, olyan tantárgyakat is fel kellett vennünk kötelező szinten, aminek aztán tényleg a az semmi köze nem volt a politikához. Mert hogy mit is tanultál pontosan? Nemzetközi politika volt a szak, amit én választottam. Az, az itthoni, annak az itthoni megfelelője, talán a nemzetközi kapcsolatok, ezt valamiért kint politikának nevezik. Ez egy négy éves képzés. Ha Igen. Ezek szerint, hogy így visszaszámolok, vagy öt? Ö, pontosan azért öt, mert kaptam még egy év nyelvet, és akkor a négy év volt az alapképzés odakint. Tehát ebben is különbözik az itthoni rendszertől, hogy odakint a három helyet négy az alapképzés, a mester pedig az itthoni helyet kettő, helyet három. Mit kell tudni erről, a, erről az egyetemről, a, ahová így bebocsáttatást nyertél a megpróbáltatások után? Igazából azt mondják róla, vagy legalábbis ugye az értékelések alapján, Sánkhály legjobb egyeteme, valamint Kínán belül a harmadik. Azért sok egyetem verseng egymással, és egyre népszerűbbek, és egyre nagyobb és jobb helyezést érnek el a nemzetközi ranglistán. Akkoriban, amikor én kint voltam, ha minden igaz, 44. volt ez az egyetem világszinten. Ez nyilván abból is fakad, hogy rengeteg olyan oktató volt már akkor az egyetemen, akiknek nevük volt és sok olyan pályázatot, sok olyan tanulmányt készítettek korábban, ami miatt az egyetem feljebb jutott ezen a listán. Csak hogy képbe kerüljünk, azt hiszem, hogy Magyar Egyetem az első 500 között sincs ezen a listán, úgy rémlik. Igen, ha jól tudom, talán már egy-kettő egyetem bejutott, de talán még mindig a végén hullog. Tehát, hogy ez a 44. a világranglistán azért ez egy elég komoly helyezés, a, a, amikor a Fudáni Egyetemről beszélünk. Igen, a mindig igaz, akkor, akkor annak számít. Ezek szerint azért oda voltak éppen vagy észben, vagy gazdasági körülményekét tekintve, mégiscsak az elit e, nyer felvételt Kínában. Kínaiak szempontjából igen. Az is érdekes, hogy amikor a kínaiak bejutnak az egyetemre, akkor ők olyan szín, akkor kapnak pluszpontot, akkor is kapnak pluszpontot, hogyha te Sánkhelyi vagy és Sánkhára jelentkezel, akkor könnyebben be tudsz jutni. Így ha valaki egy kisebb faluból származik, nincsen mögötte egy olyan család, amely segíthetni a bejutását, akkor számára tényleg lehet elképesztően magas pontokat kell elérnie ahhoz, hogy bejusson. Így emiatt van az, hogy vannak a nagyon-nagyon értelmes emberkék, diáktársaim, valamint vannak a befolyásos szülők által oda um, beprotezsált uh, és ezek azért látszólagosan egyébként ugyanolyan szinten szeretnének tanulni. Tehát nincs egy ilyen különbség, amikor mondjuk a vizsgákról van szó, mert a teljesítés a minden. És az összes diáktársam uh, a a után ment egyből a könyvtárba, legyen az egyébként befolyásos szülő gyermeke, vagy egyébként egy tibeti kis kislány, vagy kisfiú, hiszen azért nevezem kislánynak őket, mert bár 17-18 évesek voltak, de mindenük a tanulás volt. És az a fajta rendszeretet, a tanulás szeretet, amit betartottak, az tényleg itthon, itthon a gimnáziumi diákoknál alig haláltató. Tehát ott nem tartozott hozzá az egyetemi kultúrához az, amit mondjuk Magyarországon egyetemi buli kultúrának nevezünk? Mivel én nem jártam itthon egyetemre, ezért nem feltétlenül mondanám azt, hogy különbözik, mert lehet, hogy itthon is nagyon sok szorgos diák van, sőt, biztos vagyok ebben, de az is igaz, hogy amikor mondjuk megkérdeztem valakit, hogy esetleg eljönne velem sörözni, akkor ő, természetesen kerekrényi az szemmel nézett rám, hogy de hát, szerda van. Tehát hamar, hamar, hamar híre ment, hogy itt van egy őrült magyar, aki szerdánként sörözni hívja a diákokat. Igen, azt hiszem, hogy terjedhetett egy-két dolog, de, de azért igyekeztem én is teljesíteni, hogy ne nagyon lógja ki a sorból. Ez azt is jelenti, hogy egy kicsit bepillantást nyerhettél a, a kínai elitnek a, a, az életében, hogyha olyan gyerekek jártak oda, Olyanok is, ugye, mert mondhat, hogy nem csak ők, de hogy legalább egy részük biztos, hogy befolyásos szülők gyerekei volt. Valamelyest igen. Ezt nem csak egyébként az iskolában lehetett megszemlélni, hanem hogyha az ember az utcán járt, és mondjuk betévett egy szórakozó helyre, akkor a kinti, új gazdag közeg, meg, a, meg, az a fajta vagyon, amit felhalmoztak ezek az emberek, nagyon szeretik megmutatni, hogy, ez, hogy, 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 nekik van ez a fajta vagyon. És például, ha elmegy az ember egy szobrakozó helyre, akkor csak azért kirendel valaki száz darab pezsgőt maga elé egyedül, hogy, hogy megmutassa a többieknek, hogy neki van. Az egyetemen ezt inkább abban szerették, ők, ők a tudást akarták megmutatni. Tehát én, én nem annyira láttam a materializmust, főleg az első pár évben a diákoknál. Hiába volt jó telefonjuk, jó számítógépük, de ott tényleg azt számított, hogy a tanár mennyire értékelt téged. Ő pedig nem a ruháid miatt értékelt, hanem a tudásod miatt. Neked mennyire volt nehéz egyébként az első időben, hiszen gondolom kínaiul hallgattad az összes igen, igen. Uh, nem mindegyiket. Volt egy-két olyan órám, amely angolul zajlott, az direkt én választottam, mert szerettem volna egy kis felüldülést, amikor is mindent értek. És igen, a kérdésedre válaszolva nem igazán értettem egy ideig. Majd, hogy nem semmit. Tehát rengetegszer uh, tájszólással beszélt a tanárunk, akkor tényleg nagyon nehéz volt. Ami még számomra nehezemre esett, amikor a tanár a táblára írt valamit, és annyira gyorsan kézírással írt, hogy azt én tényleg nem láttam tankönyvekben korábban azokat az írásjeleket, még hogyha egyébként tanultam is, hogy hogyan kell leírni. De neked ott egy jegyzetelnet kellett volna már kapásból? Igen, pontosan. A 2500 ismert írásjele. Igen, és ugye az is igaz, hogy ahhoz, hogy egy újságot az ember el tudjon olvasni, és meg tudjon érteni, az 5000 karaktert ismernie kell. Tehát még 2500 at Pontosan. Hogy boldogultál akkor? hát igyekeztem, igyekeztem minél többet tanulni és fordítgatni azokat a könyveket, amiket, amiket kiosztottak, és kötelező olvasmányként odaadtak nekünk. Szóval azokat tanulmányoztam, és igazából már körülbelül a, igazából a második évben, az első évben az egyetemen az tényleg nagyon nehéz volt, hiszen ott olyan tantárgyaink is voltak, mint a Photoshop, ami teljesen távol állt a politika szókincstől. Így ezeket a Ezeket az ismereteket nem volt egyszerű a fejemben összerakni. A második évben, amikor már sokkal inkább volt politika specifikusak az óráim, akkor kezdtek tudatosodni ezek a szavak, kifejezések, mondatok, amik a tankönyvben voltak. Így a vizsgáim, hát egy része nem sikerült az első évben, de, de fel tudtam venni a tantárgyakat második évben is. És belegondoltam, hogy milyen egzotikus lehetett a, a Photoshopban a kontrasztot kínai menüben állítani. Erről egyébként született egy jegyzetem is, hogy az hogy néz ki, és óriás káosz. Tehát amikor egyszerre jegyzeteltem angolul, magyarul, kínaiul, akkor tényleg most néha, hogyha belenézek ebbe a jegyzetbe, akkor nem igazán tudom, hogy mégis mire gondoltam. Az a fontos viszont, hogy túlélted ezek szerint, mert nem jöttél haza. Tehát hány évig is voltál Sánkhájban, így mindent összevetve? Sánkhájban összesen öt évet voltam, egy év szüneteltetés um, mellett. Hogy kell elképzelnünk ezt a várost? Ez egy 23 milliós város, az agglomerációs vezetével együtt. Ez um, nagyobb, mint New York most már, azt ki lehet mondani? Uh, igen, nagyobb, mint New York, és bár felhőkarcolók tekintetében még New York vezet, de Hongkongnál már nem, uh, de ők is próbálkoznak. A kínaiaknál kicsit azt érzem, hogy a fajta nyugat majmolása azáltal, hogy rengeteg felhőkarcolót felhúznak, és sokszor nem is élnek bennük, felépítenek szellemvárosokat, csak amiatt, most nem Senkájról beszélünk, mert Senkájban azért tényleg sokan vannak, de léteznek olyan falvak, városok, ahol üresen állnak óriási felhőkarcolók. Sánkály ehhez képest egy rendkívül sokrétű város, már csak amiatt is, mert tele van parkokkal, annak ellenére, hogy felhőkarcolók övezik. Nagyon sok olyan része van, ami számomra a kedvenc időtöltésem volt, hogy bementem a legforgalmasabb utcára, majd elmentem egy kicsit balra, és már, már, már is egy olyan helyen találtam magam, ahol egyébként a, a köteleken, ami vannak az utcára téve, teregetnek, bokrokat használnak fel arra, hogy a ruháikat szárítsák. Szóval teljesen más, kont, nagyon, nagyon, érdekes világ van egymás mellett két utcára. Milyen, milyen, gyorsan változik a város? Mert lehet olvasni arról, hogy hogy tíz év az ott nagyon nagy idő. Igen, született is egy ilyen kép, ami ugye azt mutatja be, amikor az itteni metróvonalakat próbálták érzékeltetni, hogy milyen gyorsasággal lépülnek fel, akkor az alatt az idő alatt oda egy régi képet Sánkhájról és egy újat, méghozzá félszigetről, amely a leggyorsabban fejlődött, hiszen Sánkháj közepén ugyanúgy van egy folyó, mint Budapesten, és az egyik oldalon vannak főképp alakú övezetek, a másik oldalon pedig a biznisz negyed. Most a biznisz negyeden konkrétan 20 év alatt egy olyan 100-200 óriás felhőkarcoló épült fel, és hogyha valaki beüti, hogy sánkálja a keresőbe, akkor rögtön ezeket az épületeket, épületeket, találja. Szóval rendkívül gyors fejlődés volt a halászfaluból, amely az 1870-es években még a ópiumháborúk idő táján halászfalú volt, majd aztán lett egy olyan város, ami egy olyan központja ma a világnak, amit talán az Ázsia központjának is nevezhetek. Hány metróvonal is van? Ez egy mindig jó kérdés, mert talán évente változik, talán most 16. Hogyan fedeztet fel egyébként a várost? Gondolom, nem csak metróztál, én legalábbis a vlogodon, amiről mindjárt szó lesz, azt láttam, hogy egy motoron vágtázol föl és alá az utcákon. Valóban? Miközben videózol, vagy a sisakodra szerelt kamerával próbált bemutatni a várost. Igen, amíg lett volna, sisak, sokszor az sem volt, de ezt ö, ö, senkinek nem ajánlom. Bár az is igaz, hogy nekem a maximum sebesség, amit nagyon általában elértem, az 20 vagy 30 km per óra volt. Szóval jó esetben biciklivel is tud ennyivel menni az ember. Viszont imádtam azt a kis robogót, ami egyébként márkajelzést nem viselt, és szerintem semmiféle előírásnak nem felelt volna meg. Hiszen amikor megvásároltam, akkor ö, kitömték hungaroccellel, hogy a kábelek érintkezzenek, ö, de újonnan vásároltam. Mármint, hogy a kábeleknek a szigetelése annyira tré volt, hogy, hát, hogy muszáj volt tömítőanyagot használni. Igen, hozzán. mert különben az akkumulátor, ami benne volt, az így leütögetett volna a motorban, valamint a kábelek sokszor nem találkoztak, és ezt így ki kellett támasztani oldalról. De ennek ellenére egyébként bárhányszor problémába ütközött a motoron, visszavittem, és három perc alatt megoldották a problémát. Akkor ez egy hamisítatlan kínaiaknak gyártott kínai elektromos motorbicikli volt? teljes mértékben így kell elképzelni, és egyébként ugye azáltal, hogy elektromos, ö, konkrétan a konnektorból töltöttem. És, és én mivel az, egy, az egyetemen, az első emeleten laktam, és a kollégiumban, ezért kirúgottam egy hosszabbítót, és a barátaim is ott töltötték, tehát ilyen volt, hogy tíz motor ö, lett töltve egyszerre a szobámból. Tehát lógott ki a kollégium ablakán egy konnektor, és mindenkinek ott lent az Pontosan. kínai elektromos motorbiciklije. Igen, ezért egy jó leg... közösség volt mindig körülötte az RKM körül. Milyen a sánkhelyi közlekedés? Mert én amiket láttam tévében, én nem biztos, hogy fölmernék ülni egy motorra abban a forgalomban, de lehet, hogy rosszul láttam. Az a szerencsés megoldás alakult ki helyben, hogy a motorosoknak sokszor külön sáv van, ami el van zárva az autósoktól. Így így szerintem nem annyira veszélyes, bár az is igaz, hogy rendkívül figyelmesnek kell lenni, és minden szenáriót el kell képzelni a fejünkben, és azt elkerülve kell közlekedni. Tehát, hogyha valaki a járdán sétál, és nem az úttesten, akkor egy fél méter távolságban kell mellett elhaladni, mert ő bármikor leléphet. És nem arra kell számítani, hogy, ő, hogy nem lép le. Magyarul dudálni kell, hogyha valaki mellett elhaladsz, hogy kérlek, ne lépre, mert jövök. És szerint mindenki folyamatosan tud el? Folyamatosan tud megállás nélkül, de hajnalban is. És, és tényleg ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megelőz a balesetet. És hogyha valaki eljön melletted motorral, akkor onnan fogod tudni, hogy jön, nem a tükrödből, mert nekem nem volt tükröm, mert a rosda megette, hanem, hanem a dudálásából hallottam. Mármint az új motornak az új tükrét hát, megette. Körülbelül, igen, körülbelül fél év alatt általában kínhagytam, lehet, hogy ez az én hibám, és azért az eső megedzette a motort, és egy idő után letört a tükör. De ezek szerint nem hiányzott annyira. Nem annyira, és azért hátra-hátra szoktam nézni, hogyha előzni szerettem volna, és mármint ahogy elmítettem, 20-30 km per órával, amíg egy busz nem tudtam volna megelőzni, ezért nem is próbálkoztam vele egy idő után. És maga, ha nem a gyalogosokról beszélünk, hanem a, a, az autókról, a buszokról, akkor hogy képzeljük el a sánkai forgalmat más, mint egy budapesti közlekedési Ö... kultúra? igen, mindenképpen más, mert nem szeretnek indexelni, nem szeretik sokszor betartani a szabályokat, mindenki egymás elé akar menni, senki nem enged át, hogyha én sétálva át szeretnék menni a zebrán, ami zöld, sem engednek át, mert, mert az autó erősebb. És én még azt is hallottam, hogy az erősebb kocsi győz. És ahogy ez a busz nyilván ezt megnyeri, így a busz a leggyorsabb közlekedő jármű a városban, mert őt aztán tényleg nem veszélyezteti, azt aztán tényleg nem veszélyeztet is semmi. Tehát szertetti legyen pazar gépjárműre erre a motorra. Kinyílt előtted a város ezek szerint? Mit nyertél ezzel? Az, hogy igazából megismerhettem sokkal inkább azokat a részeit, ahova magamtól nem mentem volna el, mondjuk a metró térképre rábökve. Szóval sokszor csináltam azt, hogy megismerjem abban a várost, hogy hogy szimplán kikapcsoltam a telefonom, és és elindultam egy pontba, fogalmam sem volt, hogy hova vezet az út, majd aztán vissza kellett találnom. És de jó játék volt addig, amíg le nem merült egyszer a motorom, de az is igaz, hogy ilyenkor sem kell ugye, kétségbe esni, hiszen egy ez megoldható. Így sokszor csináltam azt, hogy amikor lemerült, akkor beültem barabba vacsorázni, és addig kint kilógattak nekem egy hosszabbítót, és ott töltöttem a motoromat. Szólt el a pincérnek, hogy kérek egy kis áramot? Pontosan, Is akkor néha jeleztem is, hogy ne talán, többet belefizetek, de egyébként olyan kevés használata volt a, a motornak, meg többen töltötték odakint, hogy ez sosem okozott problémát. Ráadásul sok helyen voltak villámtöltők a városban, de azért az, ahhoz nagy szerencsé kell, hogy épp amikor lemerül a motor, találj egy ilyet. Tehát annyian használnak ilyen elektromos motorot, hogy az megszokott ö, látvány, hogy egy senkai kávézó vagy kocsma előtt konnektorok vannak kilógatva, és ott töltögetik az emberek a motorjukat? Pontosan, és ez amiatt van, mert igyekeztek korlátozni azt, hogy benzines motort használnak a városban, és igyekeznek kitiltani ezeket. Így már, már szinte majd, hogy nem mindenki elektromos motort használ. A városon belül így hát szükség van az áramra, is. emiatt tényleg, hogyha van egy kávényi ideje valakinek, vagy igazából a kávé oda odakint nem annyira menő, akkor legyen tea, vagy esetleg csak vacsorázna, akkor simán lehet addig tölteni. Mm. A kávé nem annyira menő. Igen, pontosan. Ennek ellenére, miután a nyugati kultúrát azért szeretik lemásolni, meg hát nyilván kipróbálni, mert ugye a filmekből, annak ellenére, hogy saját filmjeik is vannak a kínaiaknak, rendkívül sok nyugati filmet néznek, és azokban pedig ugye nyilván vannak olyan kávézók, amiket ott látnak, vannak olyan éttermek, meg hát a borok, amik szintén egyre népszerűbbek, még hogyha látni lehet a kínaiakon azt a fanyart, hogy lenyelik, de tudják azt, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy, a nyugati ember sokszor elfogadja őket. Így a kávékultúra is növekvő számban van, de a teát azt szerintem soha nem fogja megelőzni. Egy olyan nagyvárosban, mint Sánkháj, ez hozzátartozik a úgymond a, ahhoz, hogy valaki civilizáltnak mutassa magát, hogy nyugati filmekből, vagy nyugati a könyvekből átvett szokások, szokásokat meggyökeresztesen, vagy vagy divatból ezeket kövessem. Szerintem igen, és emiatt hallgatnak azért nyugati bandákat is, bár az is igaz, hogy sokszor nem feltétlen a legújabb bandákat, hiszen uh, amikor kint voltam éppen a Backstreet Boys túrnézott nézott uh, ban és más városokban, valamint Avril Leving, akinek neve talán még ismerősen csenghet nektek, ő is uh, rajta volt bizonyos üdítőkön. Tehát azt lehet mondani, hogy aki egyszer már elmúlt nyugaton, az új életre kelhet ki, nem van? A popiparban? Valahogy úgy, egyébként igen, mert a Best Life, ha jól tudom, még ők is kint voltak ebben az időszakban, de az is igaz, hogy a, amikor valaki kijut külföldre, kínaiak közül, tehát amikor Kínában élsz, és sosem voltál külföldön, csak a filmekből tudsz tájékozódni, akkor mondjuk a jó barátok nagyon fut még, meg ezek a számukra már klasszikus darabok, viszont hogyha már élt külföldön egy kínai, nyugaton, akkor teljesen felborul az, az értékrend, amit korábban képviselt, és mondjuk lebarnul, mert mondjuk élvezi azt, hogy szeret, hogy a nap, hogy a nap más szint hoz elő a bőréből. És ezt az otthon élő szülei nagyon sokszor nem tudják tolerálni. Ez az előtt elképzelhető, hogy egy kínai napozzon? Elképzelhető, de főképp amiatt, mert azt látják nyugaton, amikor kint élnek, hogy egyébként ez egyáltalán nem rossz dolog, és egyébként sőt, mindenki azt szeretne lenni, minél barnább szeretni lenni. Ezért ők, van köztük, akik ezt kihasználják, de akik sosem hagyták el kínát, azoknál kevésbé lesz ez jellemző. Ami viszont érdekesség volt számomra, és ott tapasztaltam meg először azt a fajta rasszizmust, ami nem is, nem is a tapasztalaton, nem is tudom, hogy min alapult. Talán tényleg a, a bőrszínnek a a sötétségén. És azon, hogy nem tudnak tovább lenülni azon, hogy valakinek ennyire ö, sötétebb a bőre. És ezek a kínaiak voltak az afrikaiakkal szemben. És míg amíg felém nagyon sokszor pozitívan és dicsérően, jegyezték meg, hogy milyen szép, világos bőröm van, ez addig durván hangzott az afrikaiak fele. És az a fajta elítélés, ami egyébként arra irányult, hogy a bőrszínük sötétebb, az néha reklámokban is megmutatkozott, ami talán még Magyarországra is eljuthatott, amikor is egy mosószer reklámban egy afrikai fiú oda megy beszélgetni kínai lányjal, aki nyakorragadja a fiút, benyomja a mosógépbe, beleönt mosószert, és a fiú az egy nagyon jóképű kínai fiúként távozik a mosógépből. Szóval kimosták belőle a feketét. Miközben az európai ember az továbbra is valamilyen... Kuriózum. Ez, ez nem abból fakadhat, hogy, hogy nagyon sokáig egy zárt világ volt, ahol nem is nagyon tudtak, nem is nagyon érintkeztek külföldiekkel? Lehetséges, és ezért mondom azt, hogy nagyon sokszor nem is a tapasztalaton, tehát nem is az, hogy ő elvből utálná az afrikaiakat, hanem valahogy ő, ő ezt úgy könyveli el, hogy hát ők sötétebbek, ők rosszabbak, te fehérebb vagy, te jobb vagy. Tehát egy ilyen nagyon sokszor azt, egy csúnya szóval élve együgyű módon kezelik azt, hogy kinek milyen a bőrszíne. Nagyon sokan vannak egyébként egy ilyen Shanghai-méretű városban, akik, akiknek a gyökerei nem ott vannak, és és rendszeresen mozognak a vidék és a város között. Igen, igen, és ez uh, shanghai-ra is jellemző. Most voltam Shenzhenben nem, nem olyan rég, um, és akkor például egy taxissal beszélgettem, aki mondta, hogy uh, Um, körülbelül olyan öt, 600 km-rel aláéb lakik a gyereke és a felesége, és őket egy évben kétszer látja, mert annyira nem teheti meg, hogy egyébként gyakrabban visszamenjen, viszont ő tartja el őket. Um, ez nagyon gyakori, hogy elutaznak nagyobb városokba, um, kisebb faluból emberek, és próbálják eltartani az egész családjukat azzal, hogy feláldozzák tulajdonképpen az egész életüket arra, hogy Egyedül lakjanak egy nagyobb városban. Tulajdonképpen akkor az egész ország mozgásban van, vagy egy jó része folyamatosan. Teljes mértékben, igen. A vonatok közül a szupergyors, az, 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 azt, azt hogy kell érteni? Magyarországon ez 120 km per óra, igen, akkor ez, már szupergyors. Igen, ez odakint eléri a 300, 350 km per sebességet is, ami azért nagy segítség, amikor mondjuk Shanghai és Nanjing között, ahol ugye éltem, egy óra alatt meg tudott tenni ezt a 300 km-es utat, akkor azért az nem rossz. És milyen kiterjedt ez a, ez a szupergyors vonathálózat? Ez is folyamatosan fejlődik, tehát volt ugye Sánkhá és Peking között, ami 1200 km, de meghosszabbították délre is, még 1200 km lett délre Sánkhájtól, és, és igazából próbálkoznak szerte szét ágazóan fejleszteni azáltal, mert, az, mert igény van rá. Ennyire gyors gazdasági és kulturális változás után látható valami még egyáltalán a régi Sánkhájból? léteznek történelmi negyedek? Um, sokszor a sánkhelyek direkt olyan utcákat építenek ki, hogy az réginek tűnjön, ezáltal csábítják oda a külföldieket, ahol egyébként szörnyen drága portékákat próbálnak rásózni a külföldiekre. Van ez a rész is, és egyébként valóban ilyen nagyon um, um, élethűnek tűnik az a fajta 70 évvel ezelőtti időszak, amit visszapróbálnak idézni, viszont én sokkal inkább ajánlom valakinek, hogyha a jár, hogy parkokba menjen, mert ott tényleg valóban megőrzi azt az állapotot um, Shanghai, ami korábban is jellemző volt. Ez alatt azt értem, hogy rengeteg ember, idősebb ember, meg fiatalok kint ülnek, tájcsíznak, ott sakkoznak, mármint a kínai sakkaműgy a mazsong. Um, szóval szerintem ott lehet látni, ha nem is feltétlen az évszázadokkal ezelőtti Sánkhájt, de mondjuk a 30-40, akár 70 évvel ezelőtti korszakokat. Ez a 70 évvel ezelőtti korszak, ennek ugye van egy magyar vonatkozása is, ha jól tudom, Sánkhájban. Pontosan. A, van, egy híres magyar építészről van szó. Igen, méghozzá Hudesz Lászlóról, aki uh, létrehozott több épületet is, megtervezett több épületet is Sánkhájban. Így uh, a Park Hotel, ami máig egyébként ott áll a legnépszerűbb Nanjing utcában, a az sokáig a legmagasabb épület volt Ázsiában. Mennyire lehet büszke egy magyar ma Sánkhájban arra, hogy a háború előtt egy neves építészünk ilyen nagyot alkotott Mi feltétlen büszkének kell, hogy legyünk egyébként arra, amit ő létrehozott, már csak amiatt is, mert, mert nem bontották le, és ez a Sánkhájban egy nagy szó. Tehát ugye a legtöbb épületet, ami hiszen nem csak felhőkarcolókat tervezett, hanem lakóházakat is, hogy nem bontották le, az fontos, hogy ott áll máig, És erre egyébként a kínaiak is büszkék olyannyira, hogy van egy városfejlesztési múzeum, aminek, aminek a belsejében van egy melszobor, amit a hudeszlászónak emeltek. Tehát, hogy egyrészt a kintiek büszkék arra, hogy egy külföldi építész ilyen nagyokat alkotott, másrészt pedig a magyarok is, és nem csak a magyarok, hanem a szlovákok is, mert ők úgy gondolják, hogy egyébként Hudesz nem csak magy nem magyar, hanem szlovák, így ö, sokszor vita szokott kialakulni abból, hogy a külképviselet során a magyarok vagy a szlovákok képviselik Hudesz Lászlót. Tehát ott tolong a, a szlovák nagykövetség is, és a magyar nagykövetség is egy ilyen eseményem? Igen, minekettem igazából nem ugyanazról az eseményen, de mindenketten próbálkoznak a nevével, nevére felépíteni valamit. De az is igaz, hogy magyar magyar itt, amikor is a száz éves évfordulója lehetett talán az egyik épületének, akkor meg is hívták. És egyébként pont az iskolatársam volt, az itthoni sulitársam volt az egyik leszármazottja Hudesz Lászlónak, és tökéletes beszélgetésünk volt ezáltal, hogy ő kint járt a, nem is olyan rég megtekinteni ezeket az épületeket, és, és hát neki aztán végképp egy óriási élmény lehetett. És ő egyértelműen a, a magyar családról beszél. Egyértelmű magyar család, igen. Mennyire tudtál kiszakadni akkor shanghai -ból? hiszen mondtad, hogy elég sokat kellett tanulni, komolyan vetted az egyetemet, mennyi időd volt utazni? Az első évben pont amiatt, mert nem tudtam, hogy kint fogok mi maradni ilyen sokáig, haza sem jöttem télen, ezért elutaztunk, bár Kínán kívülre mentünk, akkor éppen Tájföldre és Kambodzsába, hiszen az sem volt túl messze. Ennek ellenére a következő években igyekeztem belföldet is megismerni, emiatt voltunk nagyon éjszakra, egészen az Észak-Koreai határig, sőt még annál távolabb is Harbinig mentünk. Ezen kívül pedig voltunk délebre, bár Tibetben nem jutottam el, de azért igyekeztem annak közelében is menni. Vannak, vannak olyan városok, amikről talán még nem hallhatatok, viszont nagyon híresek, ilyen például Csáncsiácie, ami azért híres, mert az avatar hegyeket ez is lette. Ott van Hong -kong. Ez, a, ez a film. Igen, igen, az Avatár avatar film. Aztán ott van Hongkong, ami szintén elképesztő hely. Voltam Tajvanon. Szóval igyekeztem bejárni, de azért hat év az sok idő, tehát szerintem de nem volt jellemző az, hogy minden hónapban utaztam, amikor volt egy kicsi szabadidőm, akkor azért igyekeztem. Ez az Észak-Korea megütötte a fülemet, hogy az Észak-Koreai-Kínai határt hogy kell elképzelni? Ez egy folyó, amely a két ország között van, és amikor mi megérkeztünk, akkor mindenképp szerettünk volna erre a folyóra feljutni valahogy, és akkor keresgéltünk barátainkkal egy hajóst, aki átvisz minket a túlsó partra, ameddig csak tud túlsó part az már északkorra? Az már északkorra volt pontosan. De oda nem mehettetek be. Hivatalosan, tehát nem léphettünk földre, viszont hallottuk és olvastunk cikkeket arról, hogy bizonyos hajósok merészek annyira, hogy átvigyenek minket egy pontig. És, és amikor a hajóra feljutottunk, akkor úgy nézett ki a, a felállít, felállása a hajónak, hogy kettő kórai volt velünk, egy japán, egy magyar és két... Dél-koreai? Dél koreai dél dél igen, igen. És, és, akkor a hajós azt mondta, hogy jó, és nem tudta, hogy milyen nemzetiségűek vagyunk, gyertek, viszont egy kikötés van, nem lehet Kóra és Japán a hajón. De viszont annyira szerette volna minden, mindegyikünk látni ezt, hogy persze mondtuk, hogy nyilván mi mások lennénk, mint egyébként amerikaiak, <títsz> tehát mindannyian amerikaiak voltak a kiváda, Igen, igen, igen. Próbálkoztunk ezáltal feljutni, és igazából el is hitték, nem volt probléma, átmentünk, mondták, hogy nem lehet fotózni, én próbálkoztam fotózni. Tehát minden szabályt igyekeztünk áthágni, hiszen akkor még nem gondoltuk volna, hogy következményekkel a szerencsére nem is járt de azért utólag belegondolva talán egy kicsit merész húzás volt tőlünk az, hogy egyébként majd, hogy nem tényleg átjutottunk a másik partra, és, és ott szemeztünk katonákkal, akik egyébként ott mászkáltak össze-vissza. Nagyon bizarr látvány volt őszintén szólva, mert ott volt egy óriási hegy, amelynek a tetején olyan 30 méterre folyamatosan sétáltak fegyveres rendőrök, valamint a két kóra ismerősünk lefordította azt, hogy a hátsó plakáton az volt odaírva, hogy ő éljen a nagy vezér. Tehát egy ilyen nagyon furcsa, tényleg máig-máig kiráz a hideg, amikor arra gondolok, hogy hogy mi is, mit is láttunk akkor ott. Betekintést nyertetek a kommunista Disneylandbe, ha lehet így fogalmazni? Hát igen, olyan a Disneyland, hogy, hogy amikor már átjutottunk, visszajöttünk Kínába a kínai földre, akkor ott fotózgattam tele objektívval, próbáltam közelebb hozni a túlsó partot, és azt vettem észre, hogy mint egy vidám parkot látnék a másik oldalon, de aztán a képek elmi otthon megnéztem, láttam azt, hogy ezek nem valós elemek, tehát nem egy valós körhinta volt ott, hanem egy kétdimenziós játszótér. A külföld felé ö, fölépítettek valami patyomkin Valahogy, ö, képet, igen. hogy itt vidám az élet, Pontosan. és aki onnan a kineból átnézett, az azt láthatta, hogy az emberek boldogok, mert ilyen helyre járhattak. Igen, hogy ilyesfajta játszóterek és ringlispilek veszik körül, és tényleg csak, hogyha az ember nagyon ráközelített kamerával, akkor láthatta, hogy igazából ez nem valós. Lehetett találkozni észak-korajakkal a kínai határvidéken egyébként? lehetett, mi elmentünk kifejezetten egy északórai étterembe, mert szerettünk volna egy kicsit megnézni, hogy mit is esznek az északóraiak, és szerintem ilyen rosszul még ételtől soha nem voltam. A hideg volt a leves, és fogalmam sincs, mit benne, viszont annál nagyobb élmény volt az, hogy ott volt bent két északórai lány, aki felszolgált, és velük azért beszélgethettünk egy kicsit, valamint a háttérben ment a tv ahol folyamatosan az északórai propaganda műsorok mentek, észak újságokkal volt tele a, az étterem, és amikor beszélgettünk ezekkel a lányokkal, és kérdezgettük arról, hogy, hogy mégis hogyan érzik magukat, mióta vannak itt, akkor mindegyiküknek kiült az arcán az undor, hogy ez a hely, ez olyan rossz, és hogy ők annyira vágynak vissza észak-kórába, hogy szerintem az egyikük még könyvbe is lábadt, amikor kimondta azt, hogy haza szeretne menni. Szóval érdekes volt. Valószínűleg sokat gyakorolhatták otthon. Valószínűleg igen, ez külön órát jelenthet nekik. Mi volt olyan az utazásaid során, ami Kínában nagyon-nagyon izgalmasnak találtál, vagy nagyon szokatlannak? És jön. Ami szerintem érdekes volt az Harbin, méghozzá ott mínusz 30 fok van, és ott az orosz és a, és a, kínai kultúra keveredik. Rengeteg orosz csokoládét, vodkát lehet kapni, és, és ott volt például a japán mészárlásokkal kapcsolatos múzeum is, hogy hogyan kínosztak embereket, az, az borzasztóan bizarr volt. Ez nagyon megmaradt bennem. Hongkong szépsége miatt és különböző különbsége miatt, mert bár ugye az is Kínához tartozik, egy teljesen más társadalom jellemzi az azt a várost, és, és az például szerintem egy nagyon érdekes pont volt. Ugyanakkor szerintem minden egyes utazásom során az volt érdekes benne, hogy ráeszméltem, hogy mennyire különbözik kultúrájában ez az ország, és mennyire sok nemzet, nemzetiségből áll össze, hogyha mondhatom ezeket, ezt a kifejezést, hiszen különböző nyelvet használnak, különböző ételeket esznek, és emiatt minden egyes utazás egy ilyen um, érdekes betekintés volt egy új kultúrába. Ezt az óriási országot hogyan lehet egyben tartani? Nagyon sokszor a, a gyerekek meg a felnőttek fejébe próbálják belevésni, hogy hogy milyen fontos az, hogy te kínai vagy, és hogy a kínai ság tulajdonképpen mit is jelent. És, a, és e, e, ennek érdekében úgy néz ki mostanában Kína, szinte az összes városban ezt láttam, hogy tele van plakáttal, amire az van oda, hogy a kínai álom. És építik azt a fajta tudatot. A kínai álom? A kínai álom. És Tehát nem amerikai álom, hanem Pontosan. van kínai álom. Tehát ha visszaemlékszünk, a, ugye az Egyesült Államokban is az amerikai álom az egy identitásképző erő volt, amikor azt mondta, hogy kínai álom, akkor mi jelenik meg egy kínai fejében mit szeretne elérni. Szerintem, hogyha egy sorrendbe kellene állítani egy kínainak azt, hogy mik a legfontosabbak az életben, akkor, akkor biztos, hogy más prioritásaik lennének, mint nekünk. Ha például a listán rajta szerepelne az nálunk, hogy szólásszabadság és a kínaiak számára is ugyanúgy ott lenne, és egyébként a gazdasági fejlődés, akkor ők egyértelműen a gazdasági fejlődést prioritizálnák, és és sokkal inkább ragaszkodnak ahhoz, hogy az ország az jól működjön, mert ők, mert ők azt szeretnék, hogy boldogan és jólétben éljenek. A jólét nagyon fontos, és, és egyáltalán nem, nem rossz dolog a pénzről beszélni, és a gyerekek fejébe is hamar beletáplálják azt, hogy egyébként a pénz az igenis fontos, és nem kell feltétlen kétségbe esni, hogyha szóba kerül. Emiatt is van az, hogyha ajándékoznak, akkor sokszor nem termékeket adnak, hanem borítékba csomagolt pénzt ami itt ö, sért lenne, ott pedig ezek szerint elfogadott, és például beszélnek egymás között a fizetésükről, mert egy nyugati ember számára ez is egy kicsit tabú. Igen, egyébként az érdekes, hogy amikor, ö, a, bár ez még nem kerül szóba, de a kínai társadalomban az egyik legnagyobb problémát az jelenti, egyrészt nagyon sok férfi van, mert ugye az egyke politika miatt sokkal több fiú született, mint lány, és, ö, és ezeknek a fiúknak feleséget kell találni, de nem csak a fiúk kerülnek ilyen helyzetbe, hanem az el, ö, korosodó lányok. Én már elkorosodó lány lennék egyébként a 20 Évembel Kínában. Párt kell találnia ezeknek az embereknek, mert a szüleik nagyon szeretnének unokát. Hiszen egyébként ez is érdekes: hogyha megszületik a gyermek egy családban, akkor az automatikusan kerül a nagyszülőkhöz. Tehát van, hogy évekig a nagyszüleik neveli fel a gyermekeket. De visszatérve a kérdésre, hogy mennyire beszélnek a fizetésről, ha például te egy olyan kínai lennél, akinek ö, még nem sikerült családot alapítania, akkor nem meglepő az, hogyha te mondjuk az anyukád, az kivonul egy piacra, és a fényképeddel, és azzal, hogy te hol végeztél, mennyit keresel, táblával próbál neked ö, barátnőt, barátot találni, mert, ö, mert, annyira szeretné, hogy te végre megházas, hogy... Kiül egy parkba, és ott tücsörög egy táblával, ráírva a jövedelmi viszonya nyaimat, mondjuk, hogy nyaim én vagyok a fia, és hogy ö, Melyik egyetemen végeztél, milyen uh, preferenciáid vannak, van-e lakásod, vagy van-e kocsid? Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések a párválasztás szempontjából. De ezt nem csak egy ember teszi, hanem kifejezetten minden vasárnap um, van egy Shanghai Park, ahova ezek az emberek kimennek, és egy esernyő amit ők letesznek a földre, és arra csiptetik fel ezeket a papírokat, és annyit lát az ember, hogy ezek az idős emberek körkörösen mozgolódnak, nézelődnek, hogy anyós jelöltet találjanak. Tehát tulajdonképpen ide nem is, a, nem is a, a, fiatalok mennek ki, hanem a szülők egymás közt cserélgetik ezeket az információkat, hogy Pontosan, a tehát... tökéletes partit megtalálják a gyerekeknek. Igen, igen. Tehát, hogy nagyon sokszor a szülők nagyon jól kijönnek, és akkor tulajdonképpen egy ilyen vakrandit szerveznek össze a gyermekeiknek, akik egyébként sokszor, akiknek sokszor és választásuk, annyira nagy a nyomás, és már, hogy már nyomásnál tartunk, akkor próbálják a mai fiatalok ezt valahogy megoldani, mert mégsem szeretnék azt, hogyha hazamennek ünnepekkor, akkor minden második kérdés az a szülőknek, ugye, hogy hol van már a feleség, mikor lesz férjed, emiatt online most már tud az ember magának vásárolni, vagy kibérelni fért vagy feleséget, vagy barát vagy barátnőt az ünnepekre, amikért több ezer júlant elkérnek ezek a színészek. De ez azt jelenti, hogy ez a színész el is jön velem a családi vacsorára? Pontosan, és mindent megtanítotok egymástak addigra, hogy egyébként mit kell mondani, hogyan kell mondani. És természetesen a szülők megnyugszanak, egy évig nem fognak foglalkozni azzal, maximum rákérdezni az ünnepek között, vagy amikor épp nincsenek ünnepek, hogy hogy van a barátnőd. Tehát ez egy, ez egy színjáték, és olyannyira működik, hogy kiépült erre egy online platform is, ahol tudsz választani, hogy neked melyik lány felelne meg arra, hogy elvid magad annyira, hogyha a fiúkra nem jellemző az, hogy szép lányokkal randevúzott, akkor lehet, hogy oda kell figyelni, hogy milyen külsejű lányokat vigyen magával, vagy lányt vigyen magával. És akkor, ha sikerül a művelet, akkor a szülők leszállnak a gyerekről, és nem járnak egy ideig a parkba a táblácskákkal. Pontosan. És ez nagyon nagy boldogság a mostani fiataloknak. Amúgy mennyire, mennyire működik ez a szülők által elrendezett házasság? A ö, éjzmény? hát ö... Én nem annyira hallok arról, hogy a kínaiak elvállának, tehát nem jellemző szerintem az, hogy a szülők nincsenek együtt. Így én úgy gondolom, hogy, és, bár, és feltételezem, hogy korábban is voltak, sőt, nem feltételezem hanem, hogy konkrétan megtervezett házasságok voltak egyébként Kínában jellemzőek um, évszázadokkal ezelőtt is. Szóval ezt a példát mintát figyelembe véve, én úgy gondolom, hogy kompromisszumokat tudnak hozni. És hozhatnak is az által. Magad körül az egyetemen, hogy láttad, hogy, 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 hogy működnek az új párkapcsolatok, hogy inkább befelé mennek, vagy, vagy egészen más a fiatalabb generációknak már a a randizási szokásai, mint korábban. Szerintem más-más, szerintem és -más folyamatosan fejlődik, de azért ez egy olyan társadalom, ahol fontosak az anyagi javak, mint ahogy említettem, hogy a gazdasági mutatók azok fontosak számukra. Így nagyon sokszor egy rendezvú számunkra furcsán, de akár úgy is, úgy, úgy is szokott zajlani, hogy a, hogy a lány tulajdonképpen beül a fiúval szembe, és három kérdést feltesz, és hogyha azokra olyan választ kap, ami nem felel meg neki, akkor feláll, és ott hagyja a fiút. És ez az azért teheti meg, mert több fiú van, mint lány így aztán az a három kérdés az olyasfajta lehet, mint az, hogy van-e kocsid, van-e lakásod, és hogy egyébként mennyit keresel. Én is nagy élvezettel néztem a videó blogodat, ahol rengeteg ilyen, ilyen, ilyen kulturális kérdés is szóba kerül. Hogy jött az ötlet, hogy, hogy ebbe belevágjál? már akkor ugye kint éltem, ez utolsó évben volt esedékes, hogy én elkezdtem ezt az egész csatornát a YouTube-on. Nem tudom, ki mennyire ismeri Magyarosi Csabát, ő egy olyan vlogger, aki rendkívül sok érdekességet oszt meg a, a, nézőivel, és, és bár én nem követtem akkoriban, viszont nagyon sok ismerősöm igen. És ő, kiment Sánkhájba, hogy kint legyen egy hetet, és onnan vlogoljon, és valaki rám írt, hogy nincs -e kedvem esetleg találkozni vele, mert szerintük érdemes lenne egy-két tippet adnom neki. És így is történt, ráírtam, és jeleztem felé, hogy szerintem mit érdemes megnézni, Sőt, még mielőtt, rá, rá, kérdez, mielőtt leírtam volna ezt, csak igazából ráírtam, hogy ha ne segítségre van szüksége, akkor ott vagyok és segítek. És mondta, hogy nagyon jó lenne, hogy össze is futnánk, és megmutattam neki az esetleges magyar vonatkoztatású helyeket, és ennénk hígyót. És akkor tulajdonképpen így kezdődött Magyarosi Csabával a beszélgetésünk. Te, te egyébként ettél rendszeresen kígyót, senki A rendszeres az egy erős túlzás. A rendszerességnek inkább a békát nevezném, de azt szerintem még akár itthon is megszokott. Volt egy-két uh, furcsa étel odakint, ilyen például, uh, a, ilyen például a kígyó is, amit kirántva készítenek el, vagy leves formájában. Én a levest jobban szerettem. Robert, rovart bizonyos helyeken, azt hiszem, hogy Pekingben jellemző főként, és Tajvanon. Én azt nem próbáltam. Tehát volt tarantullától elkezdve minden bizarr dolog a piacokon, de azt valahogy egyszerűen képtelen voltam befogadni, hogy azt én meg tudja menni. Tehát minden esetre ki uh, kígyót tettetek. Pontosan, és akkor a lényeg, hogy ő ott forgatott egy videót, sőt nem is egyet többet, én az egyik videóban szerepeltem, és rendkívül féltem attól, hogy benne legyek a, a videóban, mert, mert, nem szerepeltem korábban még mozgófilmben. Így, én nagyon meglepett az, hogy a visszhangja a videónak mégis az volt, hogy sok ember bíztatott arra, hogy kezdjem el odakint a videózást. És nem csak a nézők, hanem Csaba is pár héttel később írt, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha nekiállnék, ő segít, mond jó pár tippet, hogy hogyan érdemes elkezni, és addig-addig beszélgettünk erről, hogy nekiálltam, és elkezdtem um, tulajdonképpen videóra venni azokat a dolgokat, amik számomra is még szokatlanok voltak. Hát a hallgatóknak azért érdemes megemlíteni, hogy Lilának a videói most már nagyon sokszor több mint 50 ezer megtekintésnél járnak, tehát egy, egy mondhatjuk így, hogy egy táborod van? Ez furcsa lenne így kimondani, van egy, van egy pár ember, igen, akik uh, követik a videóimat a videóidban nagyon tetszett például, hogy rengeteg, rengeteg ilyen atmoszférikus, tehát háttér ö, zaj, háttér hang került be a mindennapokból, hogy ezeket tudatosan vadásztan? Nem, sajnos nem, az igazából pont egy hiba volt az egész rendszerben, mert a kamera, amit használtam, valamiért nem fogadta be a külső mikrofont, ezáltal csak a belső mikrofonjára tudtam ugye hagyatkozni a kamerának, ami viszont minden egyes porszemnyi zajt is felvett. Így, hogyha konkrétan állítgattam a, a fényérzékenységet, még az a kattogás is benne van a, a videókban sokszor. Szóval lehet, hogy épp ettől lett zseniális, mert a madártyi a pincérekig mindenki hallatszik rajta, és azt hittem, hogy ez egy, ez egy, ez egy tudatos hát, végül is egyik elképzelés kint... volt. Lehet, hogy majd vissza fogok állni akkor erre a kamerára. <laughs> Milyen érzés volt egy kamerával a kínai utcákat járni? Szokatlanul megszokott. Szóval igazából csak csak azt érzékeltem, hogy nem vagyok kétségbeesve attól, hogy egyébként más figyeli azt, hogy egyébként én egy kamerába beszélek motoron, biciklin, vagy csak egy főbb utcán. Akkor estem kétségbe, amikor egy külföldi látta, hogy ezt csinálom. Amikor egy kínai nézett rám, hogy egyébként miről beszélek, akkor, akkor egy picit sem zavart. és, és vagy annyira tényleg, tehát hogy a természetesség tényleg abból fakad, hogy egy pillanat sem éreztem ezt furcsának. Talán amiatt, mert a kínaiak között is sok ember mászkált szelfibottal, talán amiatt, mert nem tudták, hogy miről beszélek. Szóval ez annyira nem, nem bátortalanított el. És, és talán ez a legnagyobb kontraszt, és ez a legilyen érdekesebb váltás, amit itthon éreztem, és emiatt érzem azt is, hogy kevésbé van kedvem alkotni, mert, mert itthon sokkal inkább félek attól, hogy ki mit gondol, és mint visszazökkentem volna egy olyan, olyan állapotba, mint, mint, mint mielőtt kimentem Kínába, egy félöstini. De nem volt olyan, hogy féltél Kínában? Közbiztonság az nem, nem volt soha a kérdés? Nem. Üm, volt egy alkalom, hogy kiraboltak, de ez nem, ez sem tántorított el attól, hogy egyébként egyedül sétáljak az utcán, mert feltételezem egyrészt, hogy nem kínaiak voltak, másrészt nem szokványos az ilyen. csak elég dugott valaki, és... Ö, valóban, igen, egy fejére, az arcára rá volt húzva egy sapka, tehát tényleg nem tudtam, hogy kicsoda vagy micsoda, és elvette a táskámat, amiben benne volt minden, és hát akkor kétsébe voltam es esve, természetesen, de, de ez tényleg nagyon-nagyon ritka helyzet, és vagy ritka eset, emiatt... Igazából a zsebtolvajlás gyakori, tehát attól nem félni kell, hanem megelőzni azzal, hogy behúzza az ember a táskáját. És emiatt nem is történt több ilyen incidens, um, szóval nem féltem, hogyha laptoppal kéne végig sétálnom, hajnali kettőkor a kezemben a legiesztőbbnek um, tűnő helyen sem tartanék attól, hogy valaki elvesítve nem? Kint éreznéd ö, nagyobb biztonságban magad egy hajnali órán, laptoppal a kezedben vagy itt Budapesten? Kint. És a kínai egészségügyben mennyire volt bizodalmad? Egyik alkalommal veszekednem kellett egy, egy orvossal, hogy állapítsa már meg a tüdőgyulladást, mert én tudom, hogy az van, és ő meg tudta, hogy nem. Uh, annak ellenére, hogy belenézett volna, vagy megnézett volna bármit, uh, azt hajtogatta. Két hétnyi, két hétnyi köhögés után, hogy menjek haza, és ígyak meleg vizet, és attól minden szép lesz és jó. Ez egy ilyen, olyan, mint Magyarországon a Mópirin, hogy mindenre jó? <laughs> Valami olyasmi, igen. Tehát a melegvíz azt szolgálják fel, az éttermekben mindenki azt javasolja, hogyha nem tudsz aludni, hogyha beteg vagy. Szóval igen, ez olyasmi lehet, és én ragaszkodtam a, a, ahhoz, hogy megröngenezzenek, és uh, állapítsák meg azt, hogy bajom van. És aztán megállapították, és kaptam antibiotikumot, de azért elég hosszú ideig tartott, és sok uh, um, be, míg a míg az orvos hogy én nekem tényleg bajom van. Kínaiaknak is ilyen nehéz az egészségügy? nem boldogulni? Igazából ami problém, vagy nem problémás, de ami más az itthonihoz képest, hogyha bemész egy kórházba és hihetetlenül rosszul érzed magad, és alig tudsz állni, akkor is ki kell állnod a sort, hogy te regisztrálj, hogy befizesd a vizit díjat, majd utána megnézzen az orvos. Majd ha megnézett az orvos, és mondjuk vérvételre van szükség, akkor ismét ki kell állni a sort, hogy kifizesd a vérvételt, és így tovább, és így tovább, minden egyes vizsgálat előtt. Szóval ez a része azért egy kicsit hosszadalmas, de, de, azért általában sorba jut, sorba kerülünk, és, és azért igyekeznek megoldani a problémát. Tehát ez a kínaiaknak is fizetős az egészségügy Igen, igen, vannak különböző kedvezmények, hogyha diák az ember, de, de általában igen, ki kell fizetnie mindenkinek a, ezeket a díjakat. Érdekes ellenmondás, hogy hogy egy kommunista országról beszélünk, ahol ahol fizetős egészségügy van. Mi a helyzet például a nyugdíjakkal? A, a nyugdíj... Gyerekszipőben Igen, sajnos vagy, hát igazából most a sajnos vagy nem, azt nehezen tudnám én megfogalmazni. Amit látok, hogy van már nyugdíj, Elkezdődött valami ezzel kapcsolatban, viszont nagyon alacsony, és az nagyon sokszor nem elegendő ahhoz, hogy egyébként meg tudjon élni ebből valaki. És emiatt van az, hogy a gyermek tartja fent, a, a szüleit, és küld havonta valamennyi összeget, hogy a szülei tudjanak boldogulni. És ugye emiatt van az is, hogy ha nem küld, akkor viszont együtt élnek. Három-négy generáció sokszor együtt él. A három generáció az nagyon alapfelelés. Tehát nem elég, hogy nyugdíj küld a gyerek. A szülő még a házasságát is megszervezi. Pontosan, de ugyanakkor az is igaz, hogy a szülő nagyon sok mindenben, nagy szülő nagyon sok mindenben segít a gyermek felnevelésében. Ő az, aki nagyon sokszor főz minden nap a családnak, amíg otthon van. Tehát sok mindenben tudnak kompromisszumot kötni. Mi az, amiről nem beszéltünk, és esetleg szeretnél meg róla szót ejteni? Szerintem a honvágyol, mert minthogy alapvetően um, nehéz lenne ezt megfogalmazni most igazából. Visszagondolva erre az egész hat éves ö, valamire, amit kint átéltem, és az, hogy most miként tekintek erre, szerintem az még akár egy ilyen érdekes aspektus lehet annak, aki vagy azon gondolkodik, hogy hazajöjjön, vagy azon gondolkodik, hogy elmenjen külföldre. Mert mert ez a hat év annyira volt meghatározó számomra, hogy hogy Kína vált a második otthonom már, még hogyha sosem fogok én úgy kinézni, mint ők. Bár meg lehet ezt oldani, de nem feltétlen tervezem. Szóval van egyfajta olyan szeretetem Kína fele, amit úgy, amit úgy nehéz lenne észszerűen megfogalmazni, hiszen nem a hazám, hát hogy, hogy lehetne haza szeretet, nem, nem az otthonom, miért van honvágyam mégis Kína fele. De ugyanakkor, ha valakit látok az utcán, aki kínai, és valaki bántja, vagy rossz véleménye van róluk, akkor ugyanúgy kiállok értük, mint kiállnék egy akár magyarért is, hogyha őt bántják meg külföldön. Nem lehet, hogy azért van ez, mert ott találtad meg azt a horvát lilát, akit valódinak érzel? Lehetséges, hogy ez is közrejátszik abban, hogy ott úgy fogadtak el, hogy tényleg nem sok közön volt korábban hozzájuk. Ahol, ahol nem kellett félni attól, hogy megítélnek, a szelfibot van a kezedben. Hát én pedig azt kívánom, hogy legyél újra az a, az a bátor és nem szende és valódi horvát lilla, akit megismertünk Kínából. Igyekszem, igyekszem visszatérni. akkor köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. a műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. A podcast epizódjain kívül itt önálló cikkeket, eszéket is olvashattok. Tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu. Természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek, ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra.